Hello, László! Hello, hello! Csak üdvözöllek az E-taxiban, közbe kérlek a biztonsági övet. Kérek szépen egy úti célt, és már el is tartolunk ezzel a szuperzöld kocsival. Van se sportcsarnok. Oké, és már el is rajtolunk. Na, hát azért van miről beszéljünk, megpróbáljuk majd azért bele sűríteni a műsorba, mert hogy ragyogóan, fogalmazhatok így, hogy ragyogóan csillog a Magyar Kupában a Paksi FC ezüstérem. Így ennyi nap elteltével így milyen emlékek vannak benned? Mesélj nekem egy kicsit. Nyilván, ahogy én azt a mérkőzés előtt is fogalmaztam, hogy ezt a napot ezt mindenkinek meg kell élni, ezt vezetőknek, játékosoknak, a szurkolóknak. Ez egy csodálatos élmény, hogy egyáltalán idáig eljutottunk. Az, hogy így sikerült, mindenki nagyon sajnálja, de az idő múlásával nyilván, ahogy te is fogalmaztál, ez az ezüstérem, ez megszépül. Én azt gondolom, hogy csak a pozitív élményekre szabad gondolni, és el kell követni mindent, hogy legközelebb is odáig el tudjunk jutni. Ott voltál te is a Puskás Arénában. Milyen volt a hangulat? Erről mesélj nekem, illetve hát az E-taxi nézőinek. Hát ez maga, ahogy már mentél felfelé, tehát hogy mentél egy mérkőzésre ott, tehát ez egy minden játékosnak ez az álma, hogy figyelj, mindenhol szurkolók voltak, a benzinkúttól kezdve, ahogy beértél, tényleg jöttek erre az eseményre, én azt gondolom, és itt kihangsúlyoznám azt, hogy ez nem csak a Ferencváros miatt jöttek ki itt 38 ezeren, hanem mert a Paks miatt is, mert fel tudnék sorolni 4-5 csapatot, aki miatt nem mentek volna ki az emberek erre a mérkőzésre, tehát egy semleges emberek is eljöttek, és egy jó kupadöntőt szerettek volna látni, és egy nagyon jó hangulat volt, maga a körítés, én azt gondolom, hogy az valami fenomális volt, tehát hogy az egészet, ezt maga a Magyar Labdarúgó Szövetség ezt felépítette, úgyhogy ez egy nagyon csodálatos nap volt, maga az egész nap egy nagyon jó hangulatú nap volt, én azt gondolom. Hogy indult ez a nap, így kezdjük mondjuk a reggellel? Hát, hogy én elmondom az én napomat, hogy indult, én soha nem a csapattal utazom, hanem mindig autóval megyek a csapat után. Igen ám, de itt volt egy U15-ös csapatnak egy mérkőzése, és én ott edző vagyok. És én 6:30 jöttem a pályára, és én elindultam Debrecenbe, aha, mert ott játszottunk 1 órakor, és eljött velünk az utánpótlás szakágvezető, a Péter Norbi, eljött velem és a Karsz László technikai vezető, és 1 órakor lejátszottuk a mérkőzést, 3 órakor bepattattunk a kocsiba, és indultunk vissza a stadionba. Na most én az M3-as autópályán jöttem, és ott tele volt szurkolókkal. Aztán, és most, hogyha egy M3-as autópálya nyilván az nem, tehát ez nem feltétlenül a Ferencvárosnak szól, ugye, hanem ez maga a kupadöntőnek volt, és figyelj, ott végig, ahogy megálltunk a benzinkutakon, végig ott voltak a szurkolók, gyerekek, buszokkal, úgyhogy akkor lehetett érezni, hogy ez egy kupadöntő, ez egy csodálatos nap. Na és itt ki is mondtad a kult szót, mert hogy a fotós összefoglalót átlapoztam a Paksi FC oldalán, és azt láthattuk, hogy rengeteg gyermek szurkoló volt, rengeteg gyermek szurkolótok volt. Így van. Az MLS indított egy olyan volt, hogy minden gyerek ingyen jöhetett a mérkőzésre, tehát bárhonnan, 10 gyerek után 2 felnőtt jöhetett, és hát figyelj, hát a buszokat mi láttuk azt, mert a Karsztaci technikai vezető, ugye, ahogy mondtam, velünk utazott, figyelj, a buszoknak a megszervezése, az, hogy hova állnak, hogy jönnek be a gyerekek, az már egy komoly logisztika volt, mert szegény Laci itt mögöttünk végig telefonálta ezt az egész debreceni utat, mert folyamatos jött az info, hogy elfogytak a jegyek, na még megnyitnak, tehát hogy még a meccs napján is akartak jönni szurkolók, gyerekek a mérkőzésre. Na hát itt a kulisszák mögött is akkor bepillanthatunk most itt az utazásba. Hát elképesztő meló volt akkor, és akkor, amikor odaértetek, akkor mennyire érezted, beleszippantottál a Puskás Aréna levegőjébe, mi volt az első gondolatod? Hogy miért nem tudok már játszani. De sajnos ugye ez már nem lehet, de maga a körítés, ahogy fogalmaztam, ez minden játékosnak egy álom, hogy egy ilyen mérkőzésen részt vegyen, és ha most nem tudom nyilván, hogy ti ott voltatok, vagy nem voltatok ott, de hogyha egy kicsit így annyit mondok neked, hogy amikor a játékosok mentek már ki bemelegíteni, aha, és benn voltak már a szurkolók, és az egy olyan feldobott érzés, hogy az valami eszméletlen, még
meg nyilván amikor játszol egy, nem egy kupa döntőt, akkor ugye ha 4 órakor kezdődik, akkor 3-4-kor élnek be, úgy próbálnak beérni az emberek. Itt 7:30-kor ugye kezdődött, de itt 3-7-kor benn volt 30 ezer ember. Azt tehát ez egy csodálatos volt. Azt a mindenit, hát nagyon frankó lehetett. Azt is láttam a fotókon, hogy azért a Fradinak a szurkolói hozták a formát, ugye jöttek ezek a füstrakéták, vagy... Hát ilyen füstbombák voltak. De szabad egyébként? Mert... Nem szabad, de én azt gondolom, hogy be kell csukni a szemünket. Tehát a szurkoló az hadd csinálja, tehát nem arról van szó, hogy most verekedés van, vagy ilyen, hanem abszolút. Egy hangulatot próbálnak ezzel kialakítani. Nyilván a Ferencváros most ezért meg fogják büntetni, de én ezért nem büntetnék. Ez egy olyan dolog, hogy miért ne lehetne. Nem arról van szó, hogy késelnek, ami régen volt, nem az, hogy verekednek, hanem itt hangulatot próbálnak csinálni, és szerintem ez teljesen rendben van ez szerintem. Én hallottam a paksi csapatról egy sztorit, hogy az odafele mentek a busszal, és hogy kértek egy rendőri felvezetést, aztán egy kicsit félrement, de aztán megoldódott. Így van, volt egy ilyen, de aztán hála Istennek sikerült megoldani, hogy elég forgalmas Budapest. És de mi még így is előbb odaértünk, mint a Ferencváros. Aha. De hála Istennek időben odaértünk, de hát ez is mutatja azt, hogy milyen rangon kezelték ezt az emberek is ezt a kupadöntőt, mert nyilván ott a stadiontól hiába voltál ott 3 kilométerre, de nem haladt. Nem haladt a sor, és nyilván nagy részben azért sem haladt, mert az emberek parkolót kerestek, hol álljanak meg, úgyhogy ez nagyon szép nap volt, és nagyon csodálatos nap volt a klubnak is. Mi a kollégákkal arról forgattunk aznap este, hogy milyen volt a hangulat itt a Táncsics Parkban, a sátorban. Hát a teltháztáblát az ki lehetett volna rakni bőven, mert hogy tele volt paksi szurkolókkal a sátor. Mindenki hát nagyon várta, hogy meglegyen a kupa, de azért így is örültek az ezüstnek. Ha most belegondolunk, hogy mekkora a költségvetés a Ferencvárosnak és mekkora a Paksi FC-nek, akkor van ennyi a két csapat között. Uh-huh. Nyilván, amikor kimész a pályára, a két csapat között ott van a legkisebb különbség. Egyszer meg tudtuk őket verni a Ferencváros pályán 3-0-ra, de a realitás nyilván az, hogy a Ferencváros jobb csapat nálunk, de azt szokták mondani, hogy a labda gömbölyű bármikor bármi megtörténhet. Uh-huh. És a 1-0-ra vezetett a Ferencváros, nagyon sokáig tartottuk is magunkat, és itt igazából az utolsó 5-6-8 percben dőlt el végérvényesen ez a kupadöntő, mert azt szokták mondani, hogy egy gólt bármikor lehet rúgni. És nyilván a második góllal zárult ez le ez a kupadöntő, sajnos ez van. Azt még meséld el, hogy amikor az érmet megkaptad, a nyakadba tették, az milyen érzés volt? Ez egy fantasztikus érzés, de én nem csak maga az érem, hanem tényleg én ezt úgy próbáltam megélni, hogy ezt az egész napot, tehát hogy ezt a napot meg kellett élni játékosnak, vezetőknek, szurkolóknak, és itt ez volt a fantasztikus benne. Az, hogy nyilván ott állt és az akadba akasztják, az meg egy csodálatos dolog volt. Hát én szeretnék gratulálni. Nagyon szépen köszönjük. Gyere máskor is az e-taxival, még arról mesélj nekem gyorsan, mert már megérkeztünk, hogy mennyire fontos számodra a környezetvédelem. Ugye most láthatjuk, hogy ezt a közlekedési formulát választottad. Nézd, én azt gondolom, hogy ez idő kérdése, hogy mikor fogunk erre átmenni. Nem tudom, hogy meddig lehet húzni ezt időben. Nekem is nagyon fontos, de én ahogy olvasom és ahogy hallom, ahogy nézem a netet, ezt sokáig nem tudjuk kivédeni, hogy ne erre menjen át az életünk. Uh-huh. Hát a kipufogó gázt mi a mostani utazás alatt jelentősen nullára redukáltuk. Én köszönöm, hogy veled utaztál, és még egyszer gratulálok. Köszönöm, gyere máskor szépen. Is, rendben. És akkor további sok sikert és jó eredményeket kívánok. Nagyon szépen köszönjük. Hello, szia.